Szevasztok, ez egy újabb Wild Rift videó, és már vártam, hogy megcsináljam ezt a videót, ugyanis ez egy különleges videó lesz, mert Akaliról lesz szó, és mint tudjátok, Akali nekem az egyik kedvenc championöm, meg hát vele vagyok a legjobb, úgymond, és az Akali sok örülhetnek ennek a videónak. Vagy mi lesz a téma? Hát az, hogy bemutatom az eddigi legerősebb Akali buildet, szó szerint. És hogy honnan tudom, hogy ez az eddigi legerősebb Akali build? Hát onnan, hogy rengeteg, hát szinte az összes buildet ismerem Akalihoz, mert ugye a patchek során, az update-ek során ugye az idő teltével mindig változtak a meta buildek, a build felépítések ugye, és akkor eljutottunk ide, hogy már ez a build van, szóval igen. És ez a build nem más, mint ez a build, gyerekek. Ezt már átsírom, ugye itt még elnevezgettem a buildeket, ez már 3.3. 3.3 ugye? Verziót most nem adok hozzá, de amint látjátok, ez a build is nagyon fura, ugyanis Road of Ages, ez miért is van benne? Akali nem használ manát, ugye? Szóval nincsen erre szükség. Meg 60 ability power, az mi semmi. De ez az item ugye stackeli a manát. Vagy nem a manát, bocs, az ability power-t. Szóval ebbe több ability power van, illetve ugye a runákból lehet látni, hogy electrocute, tehát burst damage. Ez egy burst damage-es build. Ez olyan, hogy egyet oda csapsz, és olyat damage-elsz, hogy kettébe szakad az enemy. De nem a, mi az? Hextech Gunblade-es féle, hanem ugye elsőnek Road of Ages, utána pedig jönnek ezek az itemek. Viszont itt lehet, ezeken lehet változtatni, majd átbeszélem mindjárt. És ugye ami még fura, Gathering Storm. Hát Akali az eddig nem használták ezt a buildet. Ugye ez is mit tud? Az, hogy stackeli az AP-t, ahogy telik az idő. És ugye mennyi stacket tud? 1, 2, 3, 4. 4-et. Azt hiszem, ez a fix, ugye. És ez minden harmadik percben. Szóval... ugye plusz 28 AP, meg 14 HD. Hogyha minden igaz. Szóval igen. Aztán... conditioning, ezek mind late game itemek per runák. Szintén conditioning delayed air per magic resist. Ez ugyanaz, mint a Gathering Storm, csak ez védelmet stackkel, ugye. És itt is 3 percenként. Aztán Hunter, ugye CDR, ez pedig ability haste-et biztosít nekünk, ugye. Aztán spellek, hát Ignite, meg Flash az egyértelmű. Itt ugye Ignite van, mert ez egy ilyen assassinos build, szóval szükség van az Ignite-ra. És tényleg jól használható vele, de ha valaki nem olyan tapasztalt, akkor lehet barriert is hozni. Úgymond ilyen ütőképesebbek lesztek, hanem jobban fogjátok bírni, hogyha valami van. De tényleg nincsen szükség barriára, mert ugye itt védelem minden. És akkor kezdjük is el, hogy mi is ez a build, meg hogy miért, meg hogy, meg mi. Hát már csináltak is róla videót, meg hogyha megnézzük már a ranglistát, akkor már inkább ezt használják. Igaz, hogy ezelőtt is volt már olyan, hogy Road of Ages Akali build, viszont akkor még ugye nem robbant be, vagy nem használták, ugye. De mindjárt meg is nézzük akkor, hogy mi a helyzet itt a rang létrán. Nézzük akkor, látjátok, top 1, Gathering Storm itt is, de a runákat egyébként szokták is változtatni, tehát igen, amint látjátok, valaki például Conqueror-ral használja, de ugyanúgy itt van ez a build felépítés. Tehát az alapkoncepció ugyanaz. De amint látjátok, még vannak a régebbi, vannak olyanok, akik még a régebbi Akali buildnél
vannak úgymond leragadva, vagy hát ezt használják, ugye, ez is egyet. Mindenkinek úgymond itt már ilyen külön-külön felépítése van. Amint látjátok, itt a top playerek már tényleg erre vannak ráállva. Szóval igen, a Lich Bane is egy jó választás lehet, ugye az is Burst Damage, meg a Hexed Gunblade-et is bele lehet ebbe építeni, tehát gondolkoztam rajta, hogy azt is ki lehetne próbálni, mert akkor tényleg brutális lenne az a damage. De ez one shot, az már konkrétan one shot lenne. De szóval ezek a kezdések, a lényeg, hogy a negyedik item az mindig valamiféle védelem legyen. Ugye Banshee, ez ugye ad nekünk egy pajzsot, és Magic Resistet. De, amit még lehet ide venni, az Dead Dance, az a Burst Damage ellen jó, meg a Darmort, vagy Divine, az pedig nagyon sok HP-t ad, ugye, meg Ability Haste-et, meg a tankok ellen jobb leszel. Ugye az a lényeg az itemnek. Vagy ugye Banshee, hogyha nagyon sok az AP, meg ugye ilyen stunnolós képességek, meg ilyenek. És az utolsó item az mindig ugye a Magic Penetration Avoid Staff. És hát így néz ki ez a build. Ugye a Electrocute az ugye nyilván a Burst miatt. Tehát itt... De nem is hiányzik az egyébként, hogy Conqueror legyen, vagy valami, már tényleg jól működik. Tehát tényleg én ezt 100%-ig kimerem jelenteni, és készülőben van egy montázs egyébként, amiben majd láthatjátok, hogy mit tud ez a build, de az egy ilyen dupla montázs lesz, mert Katarina is lesz benne. De mindegy, hát megmutatok pár meccset egyébként, tehát itt van, itt láthatjátok, hogy mit tud ez a build, 21 kill, 3 halál rankedbe. Itt is mentem egy meccset, igaz, hogy ez már nem az volt, de a runák azok voltak, itt inkább nem akartam beleépíteni Road of Ages-t, mert jobbnak látom inkább azt kihagyni, de itt is, amit látjátok, 10-3. Szóval itt láthatjátok egyébként az erejét neki. Mutatok egy ilyen damage-t is, 45.000 damage, itt volt egy 13-11, de hát ez elég szar volt, de hát konkrétan ez a csapatom nem csinált semmit. Itt is, ha megnézzük, 46.000 damage. És nézzétek meg, konkrétan én csináltam az összes damage-t a csapatomnak, és hát nyilván egyedül nem tudok lehozni egy meccset. Szóval hát itt láthatjátok, hogy működik, majd a montázs videóban is. Szóval én mindenkinek tudom ajánlani, hogyha valaki akalizik, hogy ne féljen használni ezt a buildet. Ugye ennyit erről, ez most az akali build, a legjobb akali build eddig, meg 3.3-ba. És tényleg ezt lehet kombózni Lich Bane-nel, Hextech Gunblade-del, akár még Guardian Angel-lel is, az még a tényleg régebbi akali buildekben volt benne, de az is jól működött. Ha tényleg lehet itt kombózni a dolgokat, de ez az alapfelállás. Védelem helyére bármi, és itt lehet még kombózgatni ezeket a dolgokat, de nem nagyon érdemes. Védelem helyére tényleg többet is bele lehet illeszteni. Hogyha úgy érezzük, hogy nem kell védelem, akkor berakhatunk egy Hextech Gunblade-et is igazából. Úgyhogy ja, ennyit erről, kösz figyelmet, szavaztok!